először egy kicsit idegenül álltam a dologhoz hozzá, nagyon nem dolgoztam és nem foglalkoztam hasonló klerikális dolgokkal, de megnézve a formátumot, azokat az előadásokat, amelyeket már fölvettek és más országokban volt, rájöttem, hogy ez egy borzasztó érdekes kísérlet, és nagyon tetszett az, ahogy viszonyul a valláshoz, magához a jézusi történethez ez a formátum, és azt gondoltam, hogy ennek van egy nagyfokú edukációs feladata is, és pont ezt tetszett nekem benne, hogy egy picit a pátosztól megfosztva lehet foglalkozni magával, csak a történettel. Ez a férfi 3 éve járja a Palesztinát, túl van Lázáron, a kánai mennyegzőn, és mondta már a feldühödött tömegnek, hogy az vesse rá az első követ, aki bűntelen. És ennek a történetnek a sokrétűségét lehet bemutatni gyakorlatilag ennek a formátumnak a kapcsán, és ennek a rendezői feladata ettől nagyon izgalmassá vált számomra. Nekem egy picit kihívás a formátum, mert a zenés műfaj, ami egyáltalán nem áll távol tőlem, de annak van egy nagy nehézsége. Én nagyon szeretném ezt a történetet, nagyon, nagyon természetesre, mindenféle teátralitás nélkül megoldani. De a musical műfajában eleve benne van egy kicsit ez a teátralitás, hogy ezt úgy megrendezni, hogy a lehető legkevésbé zavarjon az, hogy gyakorlatilag a szereplők a történet bizonyos pontján dalra fakadnak. Aki nem apartos, azni nem kell, akkor az oda megy csak szurkolni, szóval ilyen lazán jól kell érezni magatokat, és akkor abból veszünk ilyen vágóképeket. Nem akartam különösebben külcsínre a karaktereknek megfelelni, tehát nem akartam az elképzelt Jézusi külcsint megtalálni, azzal együtt a főszereplő mégiscsak egy picit hozza ezt a függelet. Bányai Kelemen Barnával nemrég dolgoztunk együtt egy játékfilmbe, és egyrészt az ő színészi tehetsége, ennek a rátermettsége, az ének tudása mind-mind azt bizonyította, hogy ő egy nagyon jó választás erre. Hit el, láttam a háborút, csillagok égtek el, és mindenre sötétség borult. Igazából nekem a nagy challenge, és ez még hátra van, hogy ennek az előadásnak a flow-ja, hogy az nagyon jól haladjon, ne legyenek üres járatok benne. Nekem igazából ezt a legnehezebb megoldani. Remélem, hogy lesz idő annyit gyakorolni, hogy ez működjön.